pár pillanat múlva a tragikus hirtelenségre elhunyt Berki Krisztiára fogunk emlékezni Demcsák Zsuzsával és Frabátóval. Kimondani is azt gondolom szürreális, hogy Berki Krisztián nincs, és szerintem mindenkit elgondolkoztatott, megrázott ez a... Hát a halálnak sosincs értelme. Tulajdonképpen egyáltalán nincs, csak amikor ilyen sokkolóan hirtelen abszolút történik valami, akkor tényleg sok minden más is az embernek ilyenkor nyilvánvalóan az agyába villan. Kérjük szépen, a stúdióban szeretettel várjuk Demcsák Zsuzsit és Frabátót. Jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy itt vagytok sziasztok velünk ilyen korán reggel. Sziasztok! Ember a szomorú apropóból, jó reggelt kívánunk, sziasztok! Hát igen, éppen beszéltük, hogy mennyire sokkoló az ember, amikor egy teljesen nem készül fel egy ilyen, semmi, nem lehet felkészülni soha a halál híre természetesen, csak ez annyira megmagyarázhatatlan volt, és gondolom téged is, Zsuzsi, amikor először hallottad, akkor szinte azt hitted, hogy egy rossz vicc az egész. Egész konkrétan azt gondoltam, hogy valaki viccel velem. Egy újságírónő hívott föl, én egy tanítás után voltam, nem olvastam híreket, akkor már másfél órája, vagy két órája. És ő elmondta a telefonban, hogy mi történt, és hát nem jutottam szóhoz. Nem tudtam mit mondani. Annyi volt, ami szintén egy teljesen értelmetlen mondat csúszott ki, egy utolsó mencsvárt próbáltam kapaszkodni abba, ugye viccelsz velem. Azt mondta, hogy ilyennel azért ő sem viccelne. És akkor mondtam, hogy elnézést kértem, és mondtam, hogy én most letenném a telefon, nem tudok mit mondani. És utána hosszú-hosszú órákba telt még ezt megpróbáltam, ezt a gyomrost feldolgozni. Tényleg olyan volt, mintha valaki leküldött volna egy jól vágott, egy jól behúzott ütéssel a padlóra. Mikor beszéltetek utoljára? Krisztián egy szeretett volna valamilyen módon kapcsolódni azokhoz az oktatásokat, amiket én csinálok, ilyen kommunikációs tréningekhez, és ezzel kapcsolatban egyeztettünk. Meghívtam a férjemhez jógázni őket a Mazsival. Akkor utána egyeztettünk nagyon sokat, hogy akkor mikor jönnek, hogyan jönnek, de aztán ez elmaradt. Úgyhogy talán egy éve lehetett utoljára, amikor beszélt. Ugye, hát ő egy nagyon megosztó személyiség volt, és igazából akik közel álltak hozzá, mindenki ezt mondja, és igen, azt gondolom, hogy mi is, akik kevesebbet érintkeztünk vele egy-egy műsor kapcsán, vagy bárhol, ahol találkoztunk, azért érzékeltük ezt, hogy ő azért nagyon mást mutatott a külvilág felé, mint amilyen ő belül volt valójában. Ti itt a Breakingben ugye együtt vezettetek műsort, meg még előtte is, tehát már azért volt kapcsolat. Te mennyit láttál ebből, vagy mennyire ismerted azt a Krisztiánt, aki valóban csak a szűk környezetének volt ismert? Egyáltalán nem volt a munkán kívül más kapcsolatunk. Az, hogy én azon szerintem azon kevesek közé tartoztam, akit ő nagyon tisztelt. Soha életében felém egy rossz szava nem volt, egy tiszteletlen mondata nem volt felém. Úgyhogy egészen másfajta volt a viszonyunk. Az, amikor ő nagyon könnyen meg tudott bántani embereket, nagyon könnyen mondott olyan dolgokat, amiről nem gondolta végig, hogy a másik megsértődik-e vagy sem. Felém soha ilyen nem volt, soha ilyet nem tapasztaltam az ő részéről. Mindig érdeklődött, próbált új dolgokat kitalálni, próbálta összerakni, hogy melyik ember melyikkel a legjobb abban, hogy ő aztán az életét hogyan építse és a kis céljait hogyan valósítsa meg. Egy dolog volt, amikor én beleláttam, illetve az egy szegmense az életének, amikor a Mazsi is itt volt. Nagyon sok felvételen itt volt a Mazsi, hozott neki ebédet. Egymás telefonját kezelték, ahogyan egyszerűen Nati is bent volt. És akkor a Krisztián egy egészen más arcát mutatta. Tehát, hogy akkor, amikor a kislánya itt volt, ő teljesen megszűnt minden körülötte, megszűnt a világ, és csak a kislányára tudott fókuszálni. Az akkor tudtam talán szerintem csak belepillantani abba, hogy ő milyen volt magánemberként. Amikor valakinek a haláláról beszélünk, akkor persze mindig végig gondoljuk azt, hogy milyen életet élt, esetleg az életmódja mennyiben befolyásolta ezt, hogy megtörténhetett ez a szörnyűség. Frabátó, úgy tudom, hogy ti többször találkoztatok, és valamilyen módon próbáltál is hatni rá, hogy esetleg nem ártana életmódot váltania. Igen, de ő volt az a típus, akivel nem lehetett. Tehát ő egy önmegvalósító típus volt. Pontosan én is így fogadtam a híreket, hogy a Zsuzsi mondta, nem hittem el, és akkor kezdtem hinni, szóval ez a 7 éves ciklusváltás, amikor erről szoktunk itt egyszer-kétszer beszéltünk a műsorban, pont 42 lett volna, és a sors ilyenkor benyom olyan dolgokat, amit ha ki tudsz kerülni, elkezded a következő 7 évet, ha nem, akkor beleragadsz, és valami olyasmi történik, amit nem tudsz átírni. És akkor kezdtem hinni ebbe az egészbe. Ami nagyon érdekes a Krisztiánnal, hogy
Igen, amennyit találkoztam vele, mindig őszinte volt, tehát soha nem bántott meg senkit, sem engem, sem mást, amikor ott voltunk, teljesen más arcát mutatta szerintem a médiában. Ami szakmailag érdekes, hogy én jósoltam neki tenyérvonalból, és a tenyerében az, hogy nagyon hosszú élet. Tehát még beszéltük is a műsorban, szerintem mi meg is számosítottuk, hogy 77. Viszont a ciklusváltásnál átír dolgok, és az, hogy ő a sporttal foglalkozik, mindent elkövetett azért, hogy hírnevet szerezzen el, és ezáltal egy csomó olyan dolgot csinált, ami a fizikai testét rongálta, szerintem ez jött most közbe. És te erre hívta fel a figyelmét? Tehát mi az, amit te konkrétan tanácsoltál neki? Hát azt mondtam neki, hogy nagyon hosszú az életvonal, van benne egy törés. Igaz, hogy halvány törés, egy vékony törés, ezen simán át lehet ugrani. De hogy a 7 évből indulunk ki, volt neki egy nagyon jó 7 éve, és az utolsó években, egy 4-5 évben elkezdett úgymond stagnálni, egy helybe állni. Nagyon sok terv. Mi azt beszéltük, hogy akkor tudna ebből jól kijönni, a helyet változtatni egy másik országba, hogy valahova elmenne. Mert itt egy olyan nyomás alatt van, amit nem tud földolgozni. Igen, azért körülötte az elmúlt időszakban elég sok, hát mondjuk azt, hogy botrány volt, ugye több helyről is érték olyan dolgok, amik nyilván egy rossz döntés, vagy egy, ezt pontosan tudjuk, hogy milyen, amikor az ember nem gondolkozik, történik valami, és aztán mint a kavics, amit bedobsz a vízbe, így fodrozódik, és elérnek egyszer csak a hullámok. Nyilván ő mindig kereste a megújulást, vagy abba, hogy ebben az egész média világban ő hogy tud fönnmaradni. Nyilván ilyenkor, amikor te őt nézted, lelkileg is láttál sok mindent, vagy beleláttál. Ugye pénteken este Hajdú Péter összezárva műsorában elég sok mindent azért az emberek most már máshogy láttak vele kapcsolatban. Egy nagyon zaklatott gyerekkor, egy állandó útkeresés. Ebben mennyire tudtál neki segíteni? Vagy hagyta-e, hogy segítsél neki? Meghallgatta a tanácsokat, de nem hagyta nagyon. Tehát odafigyelt azokra a dolgokat, hogy járt a saját útját. És pontosan ezek a lelki dolgok, amiről az előbb beszéltem, elindultál egy olyan folyamat, ami a kettőségével nem volt párhuzamban, szeretett volna még előrébb menni, még följebb, de úgymond az érzelmi dolgok visszafele húzták. A sok támadás, a sok negatív dolog, ez elindított egy olyan folyamatot, aminek sajnos ez lett a vége. Én igazából azon gondolkodtam, hogy lehetséges-e az, nyilván nem tudunk még semmit arról, hogy pontosan mi okozta a halálát. Lehetséges-e az, hogy az ember, aki állandóan ezt a rinocérosz bőrt fölvéve azt mutatta, hogy őt semmi bántás nem érheti, belül valójában nagyon őrlődött. Én ezt az őrlődő arcát nem láttam, ő ugye magát egy termékként, ha szabad így, egy média személyiségként, egy média termékként kezelte és építette fel, de hogy valójában milyen belső vívódásai lehettek, hogy ezeket hogyan próbálta enyhíteni, a saját feszültségét oldani, az egy nagyon nagy kérdés számomra. Megkérdezem, hogy lehet hosszú távon hosszú a személyiséget távon ellen egy... mutatni valamit, igen, és meddig tartható abszolút. Az állapot. Tehát micsoda belső feszültség az, hogyha tényleg ez volt, már pedig nem gondolom, hogy ő egy nagyon üres, nagyon önfejű, nagyon számító, nagyon érzéketlen ember lett volna, mert ezt biztos vagyok benne, hogy nem. Hogy micsoda belső vívódásai lehettek, tehát hogy ez a drámai ebben a dologban, miközben, ahogyan te is említetted a Petinek a műsorát, ott sütött belőle a szeretetlenség. Tehát az, hogy ő egyszerűen vágyja, minden porcikája kívánja ezt, hogy elfogadva legyen, hogy szeretve legyen, olyan igazi módon, ahogyan azt talán csak gyerekkorunkban tapasztaljuk meg, és aztán ezzel az értékkel megyünk tovább az életbe, és vagyunk képesek mi is ezt kialakítani. Abszolút, én is ezt gondolom, amit te mondasz, hogy nyilván ez a polgárpukkasztás, ez egy önvédelem volt, ez egy védekezés, egy fal, hogy az ő sérülékenységét ne lássák. Nyilván mi is most fejtegetünk, mert nem tudjuk, hogy igazán... És nem tudjuk, igen, és borzasztó, hogy ebbe, de én azt gondolom, hogy ventilálni kell valahol. Tehát nem tudom, hogy hogyan és miként volt ez az ő életében, de biztos, hogy nem ez a kőkemény álca volt ott. Ugye elmondtuk, hogy megosztó személyiség volt, és próbálunk nyilvánvalóan ebben a dologban elmélyülni és beszélgetni róla. Mi a véleményetek arról az elképesztő folyamatról, amit a kommentekben tapasztalunk, tehát hogy emberek olyan mélységig süllyednek, és olyan elképesztő gúnnyal, cinizmussal és egyáltalán stílusban beszélnek mondjuk az ő haláláról is, ami megmagyarázhatatlan. Én csak azt láttam, akik kikeltek ezek ellen a kommentek ellen, a Tóth Andit, a Hajdú Petit, a Trütkót, mert én nem olvasok kommenteket, tehát egy ilyen esetben meg különösképpen nem olvasok kommenteket, úgyhogy én nem tudom, amit láttam a Mazsi oldalán, a Pamela oldalán, az viszont az emberiségbe vetett hitemet hozza vissza, hogy nagyon sokan próbáltak
lelket önteni beléjük, az együttérzésükről biztosították a két nőt, ugye? És az egy szép dolog volt, hiszen valóban arról van szó, hogy két kisgyerek itt maradt. Igen. Egy alig 8 hónapos kisbaba. És egy 8 és fél éves kislány, akinek valószínűleg egy olyan törés lesz ez az életében, amit... Borzasztó. Igen. Tehát, hogy ez az igazi nagy dolog, mármint, hogy az, amiről mostantól kezdve kell beszélnünk, vagy nekik, nyilván az ő dolguk, de ezzel kell foglalkozni, abszolút, hogy ők egy épp teljes életet tudjanak élni. Zsuzsi, Frávától nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.